Szeretettel köszöntöm a nézőket és hallgatókat az Aludj Baba interjú sorozat 5. alkalmán, amikor beszélgető társam Selmeci Veres Ildikó, pszichológus, két gyermek édesanyja és a kapcsolódó nevelés oktatója. A kapcsolódó nevelés egy olyan irányzat, ami az én szívemhez nagyon-nagyon közel áll, és amikor egy-egy anyukával dolgozom, és kérdeznek tőlem, hogy mégis valamilyen iránymutatást a gyereknevelésben mondjak, akkor mindig a kapcsolódó nevelés honlapjára irányítom őket, mert nekem ez a leghitelesebb, és pszichológusként a legjobb irányzatnak tűnik. Szeretettel köszöntelek téged is, Ildikó, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon köszönöm a meghívást, és én is köszöntök mindenkit, aki hallgat vagy lát minket, és köszönöm, hogy felkértél el. És már örülök annak, amit mondtál, mert hát nagyon hasonló véleményem vagyok, mint pszichológus szintén, hogy a kapcsolódó nevelés az egy olyan irányzat, ami szerintem leginkább, én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy leginkább segít abban, hogy majd ne kelljen később pszichológushoz járni az embereknek, azoknak a gyerekeknek, akiket így nevelnek. Tehát egy jó prevenció. Abszolút igaz, teljesen igaz. Ildikóval egyébként a kapcsolódó nevelés kapcsán ismerkedtem meg, és nekem nagyon-nagyon sokat adott és segített. És most arra kérlek, hogy mondd el, hogy ez a nevelési irányzat miben tér el a többitől, mik a sajátosságai, sarkalatos pontjai? Ez mindig egy nehéz kérdés, mert hogy egy eléggé nagy dolog, az én fejemben mindig nagyon sok dolog ugrik ilyenkor elő, és ez az egész egy ilyen nagy rendszer. De ami szerintem nagyon fontos, és amit talán kicsit különbözik, hogy ez egy abszolút felhasználó alapú dolog, tehát hogy tapasztalati úton alakult ki. Most már idestóval 30 évvel ezelőtt indult a kapcsolódó nevelés, és ahogy mi most oktatjuk, ahogy mi most beszélünk a kapcsolódó nevelésről, az a 30 év alatt összegyűjtött tapasztalatból táplálkozik. Tehát rengeteg-rengeteg anyuka, apuka és szülő a világ körül, ráadásul, mert ez most már nemzetközi, tehát Amerikából indult, de most már Európán át Ázsiában mindenhol oktatják, Afrikában is vannak oktatóink, ezt azért tudom, mert szoktak lenni rendszeresen találkozók évente egyszer, amikor mi oktatók találkozunk. Tehát, hogy ez a végtelen sok tapasztalat az, ami formálta ezt az egész módszert és ezt a szemléletet, és azokat az eszközöket, amiket mi átadunk. Most van egyébként egy olyan kezdeményezés, egy pár éve indult, hogy akkor ezt most már tegyük empirikussá is, tehát kutassuk is le, hogy miért működnek ezek az eszközök. Ami még fontos, hogy ugyan gyereknevelési irányzat, de alapvetően arra az igényre született meg, hogy a szülők, akik kiégnek, akik nehezen oldják meg a problémákat, akik küszködnek, hogy nekik legyen valami válasz. Tehát nem az volt a cél, hogy most tökéletes legyen a gyerek, hanem hogy a szülőnek segítsünk valahogy. Valami eszközt adni a kezébe, mert hozzám és akik fordulnak szülők, az ilyen tanfolyamokon az első körben mindig ugye beszélünk arról, hogy ki miért van itt, és a leggyakoribb élmény, amit én is megéltem, amikor én is az egész kapcsolódó nevelésbe belekeveredtem, ez az eszköztelenség, ez a tehetetlenség, hogy hát ott van ez a helyzet, ott van az a gyerek, ott van a szeretetünk, de valahogy nem tudunk vele mit kezdeni, és hát erre próbálunk eszközöket kínálni. Ami még talán kicsit más, mint a többi nevelési nevezet, hogy a kapcsolódás, ugye a kapcsolódó nevelés, e körül forog az egész, tehát hogy az a célunk, hogy azt a szükségletet, azt az emberi szükségletet, amitől mi emberek jól tudunk működni, ezt a kapcsolódást, ezt a biztonsági érzetet, ezt mi tudjuk nyújtani a gyerekünknek. És az a gondolat, hogyha ezt mi tudjuk nyújtani, akkor ő jól fog tudni működni. És egy csomó nehézsége, egy csomó viselkedési probléma már ettől tud javulni, vagy akár meg is szűnni, hogy ezt a kapcsolódást, ezt érzi és kapja tőlünk. És ami még visszatérve arra, hogy ugye a szülők segítésére jött létre, hogy itt igen, egy borzasztó nagy hangsúly van fektetve arra, hogy ezt a kapcsolódást mi tudjuk adni. Tehát ez csak azzal az egyszerű mondás, hogy ez az üres kútból nem tudsz inni adni. Tehát, hogy minket, szülőket is meg kell támogatni. Nekünk is ugyanúgy szükségünk van erre a kapcsolódásra, és erre van egy külön eszköz is, amit rögtön az első alkalommal a tanfolyamokon átadunk. Mert hogy nekünk szülőknek is támogatásunk van arra, hogy ezt jól tudjuk csinálni. Én azt hiszem, hogy talán ez, amiben más, tehát sokkal nagyobb hangsúlyt fektet magára, a szülőre és az ő jól létére. És nem csak elvárásokat, és nem csak
fontos nevelési, meg milyen földköveket ad, hogy a gyereknek mire van szüksége. Ó, ez tényleg annyira fontos, mert olyan nagyon sok elvárás van már a, főleg az anyukák vállán, hogy mindennek is meg kell felelni, és hogyha mégsem úgy sikerül, akkor az anya lehetett ott valahogy a hibás, mert a korai időszakban az anya csecsemő kapcsolat, és miért nem vette föl, amikor sírt, vagy miért vette mindig föl, és nem tudom mi, hogy már szinte lehetetlen jól csinálni, ha csak az elvárások bolyonganak a fejünkben, úgyhogy igen, az, hogyha mi kutunkat föl lehet tölteni, az óriási. És arról tudsz egyszerűleg mondani valamit, hogy miben tér el mondjuk a kötődő neveléstől, amiben folyton keverik, hogy aki már hallott arról, hogy van ilyen, hogy kapcsolódó, az mondjuk esetleg összemossa a kettőt, ha nem tudja pontosan, hogy melyik micsoda. Hát szerintem alapvető különbség, hogy tényleg megint az, hogy mire tesszük a fókuszt. Én azt gondolom, hogy a kötődő nevelés, amit most már azt hiszem, hogy válaszkész nevelésnek hívunk, az abszolút a gyerek szempontjából nézi. Hát, hogy tehát, hogy az a gyerek az mindig megkapja azt a biztonságot, megkapja azt a melegséget, ugye az igény szerinti szoptatással, hogy mindig akkor tehát az ő igényei vannak hangsúlyozva. És én úgy tudom, már amennyire én, persze én is innen jövök, hát hiszen amikor elkezdődött ez az egész kapcsolódó nev, és ugye meg keresgél, és én is ebbe futottam bele először, hogy ez igazándiból a kisgyerekes korra, tehát a 2-3 éves korig, és mintha a kötődő nevelésnek az utána való időszakokra például nem lenne nagyon eszköztára vagy mondani valója, hiszen egy 6 éves gyereket már nem fog szoptatni feltétlenül, nem fogod magadra kötni, tehát hogy ezek már nem. Tehát ez a két dolog biztosan különbözik, mert hogy a kapcsolódó nevelést az 0 éves kortól lehet csinálni. Én megmondom őszintén, felnőttekkel is ezt a szemléletet használom nagyon sokszor, mert azt, hogy meghallgatom őket, hogy kapcsolódni próbálok, hogy viccel elütünk dolgokat, hogy játszunk, ezek a felnőtteknél pont ugyanúgy működnek, mint a gyerekeknél. Tehát én azt mondom, hogy ezt végtelenségig lehet, nincs életkorhoz kötve. És a másik pedig az, hogy itt a szoptatás kapcsán is ugye egy kicsit más véleményt fogalmazunk meg, mert hogy persze szoptasd, ha neked ez igényed, és neked ez jó, és te ezt tudod jól csinálni, de ha neked szenvedést okoz, akkor van neked más eszközöd is, hogy ezt a babát te ebbe a kapcsolódásba, ebbe a szeretetbe, ebbe a megtartásba részesítsd, és nem ez az egyetlen út. És azt gondolom, hogy ez a fajta elfogadó attitűd, meg szemlélet, hogy te jól csinálod, és nagyon-nagyon sokféle út van, és lehet, hogy a te utad nem ez. Ez például önmagában egy nagyon-nagyon más szemlélet, mint a válaszkész nevelés, ahol legyél mindig válaszkész, és igen, ott lakik a bűntudat a sarkon, hogy de ha nem megy, mert nem tudom, akkor rossz anya vagyok. Tehát mondjuk a kapcsolódó nevelésben mi például azt mondjuk, hogy mindenki tök jól csinálja a lehetőségei és az eszközei mentén, ahhoz képest, ahogy ő tudja csinálni, ő a legtöbbet adja. Mi ebbe biztosak vagyunk. Ez nagyon megnyugtató. És erre a megnyugtatásra olyan nagy szüksége van, azt érzem az anyáknak, legalábbis akik hozzám fordulnak segítségért, olyan sokszor érzem, hogy el vannak bizonytalanodva, saját magukban, úgy önmagukban attól, hogy egy életet kell óvniuk, fenntartaniuk, gondoskodni róla, és hogyha még rájönnek a elvárások, az anyós, a saját anya, a barátnőnek sokkal jobban alszik, a férj nem tud pihenni, de pedig de ne is kap föl rögtön, szóval, hogy a védőnő és a gyerekorvos se hagyjuk ki, és az óvónő és a bölcsisnén, dadusok. Igen, ez igen. A rettenet sok hang a fejünkben, hogy néha az alvás problémákon már az segít önmagában, hogyha az anyukák megnyugszanak, és azt hallják tőlem, hogy jól csinálják, és rendben lesz, és ettől elkezd jobban aludni a baba. Tehát van egy ilyen placebo, vagy nem placebo igen. hatás, hanem egyszerűen az, hogy az a nyugalom, az a belső béke, amit az anya ilyenkor aztán át tud érezni, azt megérzi a csecsemő is. Egyébként kismamáknak egy nagy kihívás, hogy egyensúlyozzanak azon két véglet között, hogy
válaszkészek legyenek, biztonságot nyújtsanak, de ne kapják fel folyton a kisbabát. Nagyon nehéz megtalálni azt a fokot, néha konkrétan megkérdezik, hogy hány perc után vegyem föl, és mondjam meg konkrétan, mert nem lehet minden nyikkanásra fölvenni éjszaka a babát, mert akkor azt szokja meg, hogy kézben van, de egy ponton túl már kínzás és a bizalmát veszti. Mi a gondolata, elgondolása a kapcsolódó nevelésnek a sírásról általában, és a csecsemősírásról más-e, vagy ugyanez? Hát igen, ez egy nagyon fontos pont, amit ugye eddig nem említettem, de hogy ebben is nagyon különbözik, azt gondolom, a kapcsolódó nevelés a többi, például a válaszkész neveléstől, hogy a sírást nem tekintjünk problémának. Tehát beszéltünk ugye a kapcsolódó nevelés, hogy egyik nagyon fontos emberi szükségletünk ez a kapcsolódás, ez hogy érezzük a másik ember jelenlétét, figyelmét, szeretetét, elfogadását, de van egy nagyon fontos másik, akár ezt is mondhatjuk szükségletünk, és ez pedig a feszültségeknek a leadása. És azt gondoljuk mi a kapcsolódó nevelésben, illetve a tapasztalataink azt mutatják, hogy a sírás, a gyerekeknek a sírása, az ő hisztie, az például pontosan ezt a célt szolgálja, hogy megkönnyebbüljenek, hogy az idegrendszerüket stresszmentesítsék. És azt a feszültséget, amit egy kisbaba test, tehát ez egy pici, kicsi lény, éretlen idegrendszerrel még nem tud eltárolni, nem tud megoldani, nem tud feldolgozni, az kijöjjön. És éppen ezért mi azt gondoljuk a kapcsolódó nevelésben, hogy a sírás az egy gyógyító folyamat. Persze nem önmagában, és nem attól, hogy a gyerek sír, és hagyjuk őt sírni, hagyni. Tehát nagyon nagy különbség van megint csak. Itt a kisírja magát, megtanul el aludni szemléletek között, hanem ez akkor tud gyógyító folyamat lenni, hogyha közben ott van egy olyan idegrendszer, egy érett épp idegrendszer, aki tudja ezt jól horgonyozni, és azt a biztonságot adni, hogy oké, te most itt kiborultál, te most itt megmutatod, milyen nagy érzések vannak benned, de én itt vagyok és biztonságban vagy, és ez el fog múlni, és utána újra minden rendben lesz. Ez csak a mi jelenlétünk önmagában, ha tudunk nyugodtak lenni, és tudunk ezzel a sírással jól együtt lenni, akkor meg tudja adni egy babának is. Éppen ezért mi például a sírás vagy az altatásnál is fontosnak tartjuk, hogy sírhat. Igen, nem baj, ha sír. Vegyem föl, vagy ne vegyem föl, de legyek vele, érezze a jelenlétemet. Érezze, hogy ott vagyok, csak simogassam, és nem baj, hogyha ő sír, ő most a legjobbat teszi, amit ő tud. És majd ez el fog múlni, és akkor fog tudni jól aludni. Tehát egy nagyon sok esetben tapasztalom én is a hozzám forduló anyukáknak, mert a saját gyerekeimnél is volt ilyen időszak, hogy például este a lefekvés nehéz. Mert hogyha ha csak egy átlag óvodai vagy iskolai napot végignézzünk, hát rengeteg sok dolog történik egy gyerekkel. Rengeteg jó, meg rengeteg rossz. És azt mondjuk, hogy ahogy a jó dolgok azok építenek, de hát a rossz dolgoktól meg valahogy meg kell szabadulni. És ha egész nap egy ilyen drill van, és nincsen rá lehetőség, hogy kitombolja magát, kiüvöltözze magát, ezt a feszültséget, ami a testébe kerül, kiadja, akkor ott lesz este, hogy tele van a feje ezekkel az érzésekkel. És éppen ezért nagyon hasznos, ha ilyenkor tud például akár egy apróságon vagy bármi, de sírni ezen. És mi ott tudunk lenni, és meg tudjuk hallgatni ezt a sírást, hogy ő most kiadja ezt a feszültségét. És az a tapasztalatunk, hogy egy jó sírás után nagyon-nagyon jókat tudnak aludni a gyerekek, és ez az egész probléma elmúlik. Hogyha mi nem azt akarjuk, hogy na most már aludjál, és ne sírjál, meg csináljad, hanem tudunk ezzel együtt lenni. De hát ez persze kell egy tervezés is, hogy én ezt betervezem akár, hogy igen, lesz sírás, és ezt meg fogom tudni hallgatni. Mi van akkor, hogyha már úgy érezzük, hogy nem bírjuk meghallgatni, mert főleg talán a csecsemősírás az valami olyan frekvencia, amitől egy különben is egy ilyen hormon atom támadáson átesett női agy, szóval a legrosszabb, ami hallhatunk, az a csecsemősírás. Hogy lehet ezt elviselni, hogy lehet ezt kibírni? Van erre valami módszer, trükk, belső mondat, amit mondjak magamban, folyton folyvást? Én azt mondom, amit nekem az első gyerekem volt ilyen hasfájós típusú gyerek, aki az első, nem tudom hány, 3-4 hónapban minden áldott este sírt hosszasan sokat.
és akkor még nem ismertem a kapcsolódó nevelést, és mert egy idő után ugye futottunk fűhöz fához mindenhez, és a választ az egy védőnő adta, meg nem az én védőnő, valaki ajánlotta, és akkor egyszer telefonon beszéltünk, elmondtam, borzasztó ez, és mondta, hogy a kisbabák sírnak, nem tudnak mást. És valahogy akkor esett le nekem, vagy került helyére, amit utána kapcsolódó nevelése, aztán végképp megszilárdult bennem az a meggyőződés, hogy ez nem baj. Tehát szerintem a legtöbb, amit tehetünk, és persze idegesítő, meg nem tudom, de ha tudunk azzal a gondolattal jól lenni, hogy ez nem baj, mert hogy azt gondolom, hogy attól idegesítő nagyon sokszor a csecsemős írása, persze önmagában is maga a hang nem jó, és persze nagyon jó, hogyha tudunk segítséget bevonni, és van ott más, mint én, aki meghallgatom, van ott egy apa, van ott egy nagymama, van ott egy barátnő, van ott egy bárki, aki ezt tudja csinálni, mert az az én idegrendszeremnek meg jót tesz. De ha én önmagában azt el tudom fogadni, hogy ez neki nem rossz, én nem rossz anya vagyok, én nem valamit elmulasztottam, én nem valami borzasztó bűnt követek el, hogy most nem éltem, hogy mi, hanem egyszerűen csak, na most ezt csinálja, mert erre van szüksége. És ezzel jól tudok együtt lenni akkor már, mert bennem meg tud változni. De persze azért mondom, hogy egyrészt ez a gondolat szerintem nagyon sokat segít, de mivel, hogy tényleg emberek vagyunk, és tényleg azt gondolom kismamaként, és ez ebbe a társadalomba, ebbe a kultúrába, ahogy ma élünk, ez egy nagyon-nagyon megterhelő dolog, amiről egyébként megint csak nem beszél senki, hogy egy újszülöttel, egy friss felnőtt anyuka, apuka, aki apuka általában dolgozik, az anyák maradnak otthon egyedül, hogy milyen végtelenül elszigetelt, és milyen végtelenül fárasztó, kizsigerelő, monoton életformáról beszélünk, ahol nagyon-nagyon kevés támogatást kapnak a nők alapvetően, akkor azért érthető, hogy igen, ezt támogatás nélkül nem lehet jól csinálni. Nem így van kitalálva ez az egész, hogy valaki egyedül legyen otthon egy kis csecsemővel. És ahogy beszéltünk, hogy a kapcsolódás ugyanúgy nekünk is fontos. Hát hol van kapcsolódás abban a napban, amikor én 24 órából 24-et töltök otthon a gyerekemmel? És arról sem nagyon beszélünk, hogy egyébként ezt most ugye bennem élő pszichológus mondja, már nem a kapcsolódó nevelés oktató, de látom, hogy milyen trauma valahol az, amikor a felnőtt életből egyszer csak abból a fajta szabadságból, ahol azért mégis oda vagyok az időmnek, a teremnek, a testemnek, az eszköztáramnak, az erőforrásaimnak, belekerülünk egy olyan kiszolgáltatott helyzetbe, ahol én teljesen alá kell, hogy rendeljem magam, választ készen, egy pici lénynek, akiről nem tudok semmit, és nem értek belőle semmit. Tehát ezért nehéz jól csinálni, és ezért szenved szerintem nagyon sok anyuka, mert hogy erről sem nagyon beszélünk. Kicsit hosszú lett, bocsánat, de tényleg nem, nagyon... Nem. Azért mondom, hogy mindig nagyon sok gondolatom van, mert ez egy nagyon nagy terület. Nem, köszönjük szépen, hogy elmondod ezt nekünk, szerintem nagyon sokan most fellélegeznek a szavait hallatán, hogy nem traumatizálódik attól egy baba, hogy sír, csak kommunikál, ha én ott vagyok mellette, akkor nagy baj nem lehet. Hogyha végképp már pattanásig feszült az idegrendszerem, akkor kiszaladok 30 másodpercre, és veszek nagy levegőt, és visszamegyek. Így van. De nem fog sérülni a baba attól, hogy sír. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos tanulság. Kinek ajánlod a kapcsolódó nevelés képzéseit? Mit lehet elsajátítani a ti képzéseiteken? Tehát mire vállalkozik az, aki belefog? Hát ez egy 6 alkalmas képzés az alaptanfolyam, amiről beszélünk, és itt a 6 alkalom során a kapcsolódó nevelésnek van 5 alapeszköze, ebből egy kifejezetten a szülőkre fókuszál, a többi 4 pedig a gyerekek felé. És ezeket az eszközöket tanuljuk meg. Ez egy nagyon interaktív és nagyon gyakorlatias képzés, és nagyon sok saját élmény van benne. Mert hát azt gondolom, hogy egy önismereti utazás is valahol, mert hogy egy másik elrejtett igazság is van ebből az egész gyereknevelésben, hogy amikor megszületik a gyerekünk, azzal megszületik a saját gyerekkörünk újra, és végig megyünk ugyanazon a gyerekkoron, amit már egyszer megéltünk, csak ugye most van itt egy nagyon boldog kis csecsemő, akit meg kisgyerek, meg nagygyerek,
de hogy azt nem nagyon szokták mondani, hogy ez mennyire előhozza a saját gyerekkori megéléseinket, élményeinket, és hát azt is látom, hogy ez megint egy olyan terület, ami nagyon sok szülő számára nagyon nehéz. És nagyon sokszor nem értjük, hogy miért nehéz nekünk ezzel a helyzettel megküzdeni, vagy azzal a problémával, vagy egy gyerekünkben mi az, ami egyszerűen csak az történik, hogy bennünk élő gyerekkorunk az aktiválódik. És például egy ilyen kapcsolódó nevelés tanfolyam azért is jó, mert ezek az aktiválódások ott felszínre kerül. Ki lehet mondani, meg lehet hallgatni másokat. Ugye ezek kis csoportok, és én nagyon szeretem ezeket a tanfolyamokat, mert olyan szép, ahogy vadidegen emberek csak attól, hogy van ez a közösség, van egy tér, van egy téma, mindenkit érint, így nagyon egymásra tudnak hangolódni, és nagyon támogató közeget tudnak adni. Persze ez abszolút cél is, hiszen az egyik eszközünk ez a páros meghallgatás, vagy a támogató csoport, ahol a szülők beszélhetnek, és ventilálhatnak, és kapcsolódhatnak az érzéseikkel másokkal együtt. Tehát, hogy ez önmagában egy nagyon szép és megosztó dolog. Tehát, hogy megosztjuk és megtapasztaljuk, hogy más ugyanabban a cipőben jár, mint mi. És megint csak egy pont, hogy nem én vagyok a béna, nem én vagyok a rossz szülő, hanem ez mindenkinek nehéz. Ezzel is kezdjük a tanfolyamot, hogy ez egy nehéz dolog, amire beneveztél, hogy szülő vagy. Csak ezt nem Aha. mondták el neked. Én azt szoktam mondani, hogy az állatkertben kis állatgondozóvá bárki válhat, Igen. de ahhoz, hogy szülő legyen, semmi nem kell. Bemegyünk a kórházba, és úgy jövünk ki, hogy visszük a pakkot haza, és nincsen hozzá használati utasítás. Illetve most már a másik, hogy annyi információ kering, hogy nehéz szűrni, és nehéz a belső hangunkat meghallani akkor, amikor annyi. Mondjuk én már elég rég szültem, akkor még nem volt ez az infodömping. Ott inkább nekem az információ hiány volt a problémám így altatás tekintetében, de most meg nagyon sokan arról panaszkodnak anyukák, hogy hát nem az a pici használati utasítás van, hanem már egy ilyen tankönyvnyi vagy telefonkönyvnyi kering az interneten, csak azt nem tudják, hogy ebből most melyik a jó. Az, hogyha folyton fölkapom, ha egyáltalán nem kapom fel, vagy hanyadik másodpercnél kapjam föl, de jó lenne, ha létezne egy ilyen konkrét szám. Nincsen ilyen konkrét szám. De én az anyukáknak azt tudom javasolni, hogy ha el vannak veszve ebbe az információtengerbe, akkor a kapcsolódó nevelés szigetén kössenek ki, mert legjobb tudomásom szerint ennél jobb nincsen, mint ez a fajta megközelítés és szemlélet. Mit gondolsz, hány hónapos, hetes, éves korú gyerek szülője nek érdemes mennie hozzátok? Én azt gondolom, hogy mindenki, tehát, hogy azért ezek az eszközök, amikről beszélünk, ez az öt eszköz, ez a maga módján nagyon egyszerű megcsinálni, persze ugyanúgy figyelmet és erőforrást követel. Tehát a mottónk egyébként az, hogy a célunk az, hogy a gyereknevelés több örömet okozzon és kevesebb kínlódást, de ezt nem ígérjük sehol, hogy könnyebb lesz. De hogy a befektetett munkát az több boldogságot okozzon. És én abszolút azt is gondolom, hogy ha még valakinek bent van a baba, tehát még meg sem született, érdemes, mert hogy tényleg nincs információ arról, hogy mire vállalkozik az ember, ahogy mondtad, és hogy kihozzuk azt a kis csomagot, de senki nem tudja, hogy ez miről szól, hogy ez egy milyen út, és milyen önismereti út, és milyen nehézségek, és milyen kihívások, és onnantól kezdve, hogy csak abszolút alapvető fizikai szinten, hogy nem lesz időd aludni, nem lesz időd enni, hogy a te életed az valahol egy picit így megszűnik szinte. Hát és onnantól kezdve, hogy majd lesz egy, mit tudom én, 12 éves gyereked, akinek el kell magyarázni mondjuk akár a szexualitástól kezdve, akár a világ békén át. De hogy a kapcsolódó nevelés azt a csatornát, azt a kommunikációs csatornát teszi lehetővé, vagy nyitja meg, ha elkezdjük, ahol bármiről lehet beszélni, és bármikor meg lehet találni a másik embert, azt, aki a te gyereked. Tehát, hogy én ezt értékelem a legtöbben, hogy van az én gyerekeimmel egy olyan ajtó, ami mi mindig be tudunk menni, és meg tudjuk találni egymást. És ez ott van. Tehát ezt azért gondolom, hogy minél hamarabb érdemes elkezdeni, de hogyha volt már olyan tanfolyami résztvevő, aki a tizenéves gyerekével élt meg olyan mély bensőséges élményt, amit korábban nem ennek hatására, hogy ezeket az eszközöket elkezdte használni. Nagyon Úgyhogy jó.
És sőt, nagyszülőknek is nagyon tudom, mert hogy nekik is igényük van arra, hogy kapcsolódjanak az unokákhoz valahogy, és itt akár a gyerekidővel, akár a nevetés meghallgatásával olyan jó eszközöket adunk, amit mindenki tud, és mindenkinek elérhető. Jaj, de jó. Hol lehet elérni titeket, illetve hol vannak a tanfolyamok, vidékiek is mehetnek, vagy csak Budapesten van? Hogy van nálatok ez? Hála jó Istennek az egyesületünk, mert egyesületben vagyunk, egyre jobb, egyre nő, és egyre több az oktatónk, és abszolút célkitűzés volt ez pár évvel ezelőtt, hogy vidéken is egyre elérhetőbb legyen a kapcsolódó nevelés, mert ugye főleg Budapest-centrikus, mint minden, de már vannak vidéki tanfolyamaink is, illetve a Covid, mint mindenbe itt is beleszólt, és meghozta az online tanfolyamok virágzását, tehát online workshopok, online tanfolyamok. Szerintem a legjobban amúgy a kapcsolódónevelés.hu oldalról tudtok tájékozódni, vagy a Facebook oldalunkon is lehet, tehát ott is van a kapcsolódónevelés Facebook oldal, ahol az összes tanfolyam általában felkerül, de én azt gondolom, hogy most már egyre inkább, sőt, ugye külföldről is becsatlakozhat valaki az online képzéseinkre, úgyhogy meg lehet találni, és már egyre több az oktató, úgyhogy lehet válogatni helyszín szerint, oktató szerint, most már egy-két apuka oktatónk is van, úgyhogy ezt is próbáljuk, De hogy hát jó. fú, hát egy sokat, na erről is lehetne órákat mesélni, hogy az apukák mennyire más szerepben vannak ebbe az egész szülőségben, mint az anyukák. És az sem kevésbé hálátlan, ha úgy veszük. Szóval el lehet azt gondolom most már élni folyamatosan, hirdetnek meg tanfolyamokat, képzéseket, workshopokat, akár csak 2-3 órásat, most is láttam egy-két nagyon jót. Most éppen pont egy olyat láttam, amit egy másik oktatótársam hirdetett, hogy tanulásban segíteni, hogyan tudok otthon tanulni. Úgyhogy mindenféle van. Ó, de szuper. Hát ajánlom mindenkinek, hogy keressék a kapcsolódó nevelést, és táplálkozzatok ezekből a megközelítésből, információból, érzelmi feldolgozás lehetőségekből. Ildikó, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és a legjobbakat kívánom neked, kívánom, hogy sok-sok anyuka, apuka megtalálja a kapcsolódó nevelést, mert akkor egy boldogabb generáció jöhet létre. Remélem. Így van, én azt gondolom, hogy ezen dolgozunk mindannyian valóban, hogy ez a világ egy kicsit jobb hely legyen. És neked is köszönöm azt, hogy meghívtál, meg azt a munkát, amit teszel bele, mert hogy pontosan tudom, hogy az alvás, a hiszti és az alvás, azok örök sláger témák. És már láttam, találkoztam is sok olyan anyukával, aki éveken keresztül 2-3-4 óránál többet nem aludhat. És tudom, hogy mennyire nagyon-nagyon nehéz. Úgyhogy köszönöm én meg a te munkádat, mert hogy nagyon sokat teszel ezekért az emberekért, hogy végre van hova fordulni. Hát akkor Köszönöm a haladjunk meghívást. tovább ezen az úton, és Így van. minden jót, és nektek meg köszönjük a figyelmet, osszátok a videót más csoportokban is, hogy terjedjen, mert ez a cél, hogy az információk minél több emberhez eljussanak. Sziasztok!